Köszöntöm Önöket, az életvitelt látják, nézzék meg mai adásunk tartalmát. A hallás az első érzékszervünk, amely a magzati fejlődés során működésbe lép. Édesanyánk szívének ritmikus dobbanása az első élmény, amellyel találkozunk. Nem csoda hát, hogy a zene minden ember sajátja, és terápiaként is sikerrel alkalmazható. Az ember a zenét ősidők óta használja tudatállapotváltozások előidézésére, gyógyításra. A zeneterápia célja, hogy az egyén lehetőségeit feltérképezze, és a sérült vagy beteg funkciót helyreállítsa, azért, hogy a személy minőségileg jobb életet élhessen. Amikor a szóbeli kifejezőkészség lelki okok miatt károsodik, zeneterápiával igen jó eredmények érhetők el. Autista, skizofrén, illetve magatartási zavarokkal küzdő gyerekeknél, felnőtteknél és szenvedélybetegeknél. Vitkai Éva 8 éve foglalkozik zeneterápiával. Vitkai Évának köszönöm szépen, hogy eljött hozzám erre a beszélgetésre, és hát rögtön a téma adja magát, és a kérdés is, hogy idefelé az autóban milyen zenét hallgattál. Nem szoktam zenét hallgatni az autóban. Valamikor ilyen 5-6 órát is utazom, és be se kapcsolom a rádiót. Ez lehet, hogy egy ilyen régi betegség, ugye rádiósként nagyon sokat kellett hallgatni anyagokat, zenét, mindent, és én igazából akkor tudom a gondolataimat rendezni, amikor kocsiban ülök, és önkor zavarna is a zene, vagy a híreket meg szoktam hallgatni. De egyébként szoktam néha, nagy ritkán, klezmer zenéket hallgatok. De akkor ez nem olyan céltudatos, hogy akkor egy picit úgy javítok a hangulatomon, vagy bármi, és akkor egy olyan zenét teszek be, vagy egy olyan zenét hallgatok, ami most dob a hangulatomon. De van ilyen is például. Nekem például Wagnernek a Nibelungok gyűrűjéből a Valkürök lovaglása. Ez, hogyha valaki ennyire Wagnerben nem járatos, akkor, hogyha az apokalipszist látta, ott, amikor a helikopterről támadták szegény vietnámiakat, akkor a helikopterből ez a zene szólt. Ez egy ilyen nagyon vitalizáló, energetizáló zene. Van, aki ezt csúnyább szavakkal írja le, de nekem egy ilyen vitalizáló, energetizáló zene, és volt egy időszak, amikor nagyon nehezen keltem, nagyon nehezen indultam el munkába, és felvettem CD-re magamnak, és betettem, és beírtam, addig a jó kedvem volt. Na de hát nem is lehetett volna más, hogyha egy olyan energikus zenét hallgattál. Egyébként ennek az ellentetje jutott az eszembe, amikor valaki mondjuk este nem tud elaludni, és egy nagyon kellemes és egy nagyon lágy zenét betesz, és segíti az elalvást, de ez már egy picit talán hasonlít is a zeneterápiához, igaz? Mert hogy az inszomniában szenvedőknél alkalmazzák is ezt, hogy nagyon lelassító, nagyon halk zenét kell, hogy hallgassanak ahhoz, hogy segítsék az elalvást. A meditáció zenék mindenre alapulnak. Egyébként a zeneterápia azért nem ezt jelenti. A zeneterápia a betegekkel történő foglalkozás, illetve valamilyen sérüléssel élő emberekkel történő foglalkozás. Most az én szakterületem a pszichiátria, és amikor elkezdtem foglalkozni a zeneterápiával, akkor amikor először jelentkeztem és kutakodtam, hogy hol is lehetne tanulni, akkor először a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskola az, amelyik ezzel foglalkozott, és ott 80 órát el is végeztem, ott kimondottan gyerekekre koncentrálnak. És aztán megtaláltam Pécset, a Pécsi Tudományegyetemnek, az Orvostudományegyetemnek a művészeti karával közösen van egy képzése, ott viszont nagyon sok a pszichiátriai tantárgy, illetve ilyen neurolingvisztika, neurofiziológia, soval csomó ilyen orvosi tantárgy volt, és ott kimondottan felnőttekre koncentráltak, és én ott végeztem el a zenet terápiát, ott kaptam diplomát is, úgyhogy nem volt kérdéses, hogy milyen szakterületen fogok elhelyezkedni, de egyébként iskolában használják, sebészeten, alvásklinikákon, én a pszichiátrián használom. Nagyon haragos. Ilyen harag. Vagy akár. Szintudvonás. Kinek nézik? Igen. Monotonság.
A zeneterápia igazából arra alapoz, hogy a zene mindig érzelmeket vált ki, tehát mindig megmozgat valamit, nem hagy mozdulatlanul a személyiség részben dolgokat, és ha valaki belegondol, hogyha szomorú és egy vidám zenét hallgat, akkor jobb lesz a kedve, vagy például szomorú és szomorú zenét használ, rájön a sírógörcs, vagy minden szerelmes párnak van egy saját zenéje szerintem, amit először hallgattak, amire először táncoltak, és az rögtön érzelmeket vált ki, vagy például amikor a dementálódott betegekkel dolgozunk, akkor a nászindulót meghallják, abban a pillanatban előjönnek azok az emléképek, ami az esküvőhöz kapcsolódott, vagy a testvérének az esküvőjéhez kapcsolódott, tehát rögtön érzelmek mozdulnak meg, erre alapoz a zeneterápia. A Sánta Kálmán szakkórház addiktológiai osztályán minden nap van egy órás zeneterápiánk délutánonként. Elsősorban tehát van, amikor drogos csoporttal, most például ahonnan jöttem, éppen alkoholistákkal, függőkkel foglalkozom, tehát azért igyekszünk úgy összeállítani a csoportot, hogy hasonló betegségben szenvedők legyenek benne, pánikusok, szorongók, tehát sok mindent lehet gerontopszichiátrián használni, ahol a dementálódott beteggel foglalkozó használtam idősök otthonába, azt nagyon szerettem, minden héten egyszer idősek otthonába voltam, azt már sajnos nem csinálom, de ott két csoportom volt, ott a nagyon súlyos demenciában szenvedőkkel is külön dolgoztam, illetve külön dolgoztam a normális idős emberekkel, és teljesen másféle technikákat kellett használni például ott. De voltam börtönben például, börtönben zeneterápiáztunk. Eleinte furcsálták a rabok, hogy zeneterápia, és talán egy kicsit szégyelték is, hogy zeneterápiára kell nekik menni. Ki is akartak ugrani a csoportból, ez azért jellemző, az első alkalommal nem akarnak maradni, nem szívesen maradnak, megtalálják a kibúvókat, hogy ő soha nem zenélt, ő nem ismeri a hangszereket, stb. Tehát ezt nekünk meg kell tanulni kezelni. És viszont egy fél éven keresztül jártak hozzám a rabok, 8 kiválasztott rab volt, és nagyon szerették, és mi, nem is tudom, talán egy fél évvel ezelőtt olvastam el, mert a szakdolgozatomat is belőlük írtam, a szakdolgozatomat, hogy milyen munkát végeztünk, és jó érzés volt újraolvasni, hogy mi mindent tudott kihozni belőlük a zeneterápia. Meg gondolom, ez egy komoly kutatás volt, és mire alapozott egyébként ez a kutatás? Kíváncsi vagyok. Igazából nem volt hozzá kutatási anyag, mert azért sok mindent nem tudtunk csinálni, ez egy ilyen leíró szakdolgozat volt, természetesen minden egyes ülés leírva benne, hogy mi történt, annak a magyarázata, hogy mi mindenre tudtuk használni. És vannak tematikus zeneterápiák, amikor például akár a raboknál a lelkiismeret, lelkiismeretesség, hősiesség, a rossz, a jó elválasztása, stb. Tehát ilyen tematika mentén haladtunk. De itt elsősorban az a fajta depriváció, ami minden rabot érint, abból történő kimozdítás volt a cél. És azt gondolom, hogy azok, akik jártak hozzánk a fél év alatt, azért ha egy mini kutatásnak lehet ezt nevezni, sokkal toleránsabbak voltak, nem volt annyi agresszió közöttük, de hát ehhez, hogyha ez kutatás lett volna, akkor kellett volna egy kontrollcsoport is, akikkel nem történik ez, hogy aztán most mennyi a zeneterápia hatása, ezt maximum az én lelkem tudhatja, vagy érezheti. De teljesen mindegy, hogy milyen területen foglalkozol ezekkel a páciensekkel, emberekkel, ezek valamilyen szinten depriválódnak, tehát elszigetelődnek a saját csoportjuktól, családjuktól, a társadalomtól, stb. Hogyan változnak a zeneterápia hatására, mit látsz? Most egy régi zeneterápiás csoportomra gondolok, ott SCH-s betegekkel dolgoztam, és majdnem egy évig tartott szinte ez a terápia. Egyébként 5-6 alkalmas szokott lenni a zeneterápia aktív osztályokon. De ugye a skizofrén betegek hosszabb ideig vannak a rehabilitációs osztályon, és sokáig dolgozhattam velük. És hogy hogyan változnak meg? Volt például egy bácsi, a Miska bácsi, aki
összefüggéstelen mondatokat mondott. Nem lehetett tudni, hogy mire gondol. Jellemző a SZCH-s betegekre, hogy dobozban gondolkodnak, a rajza is például, amit a zene hatására rajzolt, az is körbe volt rajzolva. És a 5. vagy 6. alkalom után eltűntek ezek a, vagy eltűnt a vonal, elkezdett összefüggő mondatokba beszélni, és ez egy kolompnak a hatására történt, meg emlékszem, ő a kolompot imádta, mert a gyerekkorát idézte fel a tehénnek a kolompja. Mert hogy olyan eszközökkel dolgozunk, kétféle zeneterápiában, tehát erre is kitérek majd, hogy milyen, de hogy olyan eszközökkel dolgozunk, amit mindenki meg tud szólaltatni. Egy cintányér, egy dob, egy triangulum, egy szurkoló eszköz, amivel ugye a B-közép szokott szurkolni, összecsattintja a két botot, seprűnyéllel például radiátoron végighúzhatjuk mondjuk a kis szerszámunkat, és az is hangot ad ki, tehát azt szoktam mindig mondani a betegeknek, hogy minden hangot ad ki, mindennek van ritmusa, mindenhol lehet játszani, egy poháron is lehet játszani. És meglátta ezt a kolompot, elkezdett kolompolni, és egyszer csak összefüggő mondatok jöttek a gyerekkoráról, és elkezdett mesélni. És egy másik beteg például mindig ott állt az ajtónál, és nem volt hajlandó beindulni, és megfordult az ajtó felé, és úgy volt jelen a terápiában, hogy háttal volt mindenkinek. És a második alkalommal valamilyen hangszer kiváltotta, hogy megfordult, a kíváncsiságát odajött, és elkezdett a többiekkel játszani. Tehát itt például az volt a cél, és ez már mindig azt mondom, hogy lehet, hogy egy egészséges embernek az nem egy olyan nagy dolog, hogy most összefüggő mondatokat mondott. Ettől még ugyanúgy skizofrén betegről van szó, ugyanúgy beteg. De hogy az életminősége más, amikor egy pici apró dolgot meg tud tenni, másképp kommunikál a többivel, tud kapcsolódni a másikhoz. Mert itt például az volt a cél a majdnem egy év alatt, hogy tanuljon meg a másikhoz kapcsolódni, mert hogy ők elszigetelődnek. És a hangszer, tehát nem kell beszélni, hangszerrel játszhatott, légömböket fújtunk, mozdultunk a hangszerrel, zenére, szelet játszottak, stb. De hogy a másikkal kellett ezt megtennie. És előbb-utóbb elkezd beszélgetni, hozzászól a másikhoz, tehát elkezd kommunikálni, hogy ez már egy óriási nagy dolog. Vagy dolgoztam halmozottan fogyatékos gyerekkel, aki semmit nem tudott megfogni. Tehát olyan volt a bénultsága, hogy nem tudott fogni. És sikerült elérni, hogy ráfogjon mondjuk a csörgőre, és a csörgővel elkezdjen játszani. Utána meg tudta fogni a kanalat. Például valamit a csörgőnek nézte. Hogy ezek pici dolgok, de aki mondjuk sérült gyerekekkel, vagy sérült emberekkel van együtt, az azért egy ilyen mozdulatot is már egy óriási előrelépésnek vesz, mert az életminőségében van egyfajta változás, ami könnyítheti a mindennapokat. Mi a legnehezebb a hangszereket, vagy ezeket az eszközöket elfogadtatni, megismertetni velük, vagy mit látsz? Mert nem mindenki nyitott erre szerintem. Tehát most az én kezembe adná egy kolompot, én lehet, hogy elutasítanám első látásra. Egészséges ember, én mindig azt mondom, hogy volt egy csoportom, elhívtak egy tréningre. Informatikusokat tréningeztek, és egy hétvégét töltöttek együtt, ki hogy viszonyul a másikhoz, hogyan tud problémát megoldani, hogyan tud kommunikálni. Ez egy ilyen önismereti tréning, egy csapatépítő, mondjuk annak tréning. Ugye nagyon furcsán vették például azt, hogy zeneterápia, egy zeneterapeuta oda megy és 2 órát velük lesz. Mit fognak ők csinálni? És akkor meglátták a hangszereket, van konga dobom is, meg látványos hangszereim is, és akkor meglátták, hogy óvoda, egy olyan nagyképű pesti informatikusok. Ott volt a főnök helyette, és a kisfőnök, a nagyfő, tehát sokféle ember, és akkor mondtam, hogy akár játszhatunk óvodát is, csak próbálják meg előcsalogatni magukból egy kicsit a gyereket. Hogy most akkor játszunk, és nem főnökösködünk, és nem kontrollálunk, hanem most kiengedjük magunkból azt, ami bennünk van, és játszunk. És elkezdtünk játszani, hát természetesen olyan gyakorlatokat vittem be hozzájuk, amiből azért nagyon sok minden kiderült. Kiderült az, hogy ki az, aki képtelen például kordába tartani a csapatot.
nem jó karmesternek, nem jó, aki koordinálja a többieket. Ki az, aki eddig nem derült ki rólad, de nagyon jól tudja, hogy hogy kell a másikhoz szólni, hogy kell játékba hívni például, vagy ki az, aki mindig ilyen kontrollharcot vív. És az hangszerekkel, játékokkal, ez gyönyörűen ki lehetett hozni, és ami a legmegdöbbentőbb volt a számukra, egy olyan 15 perc után elkezdték komolyan venni és élvezni a dolgot, hogy a végén, amikor összegeztünk meg, amikor visszajeleztek egymásnak, hogy egy zeneterápián, vagy egy zenei eszközön keresztül egy csomó olyan személyiség jöjjön a felszínre került, ami lehet, hogy egy hosszabb beszélgetés után ugyanúgy a felszínre került, de itt ilyen nagyon sűrítve és gyorsan oda került a középre, a kör közepére. És hogy ezzel kezdeniük kell valamit, az már nem az én dolgom volt, hogy velem ezt kezdenek, hanem igen, és hogy játékosan jött ez az egész elő, és nagyon élvezték. Tehát őket például nagyon nehéz volt eleinte meggyőzni, folyt rólam szerintem a víz, amit mondjuk nem láttak, hogy én mit fogok ezzel a szituációval kezdeni, de aztán sikerült. Az előbb említettem, hogy a pszichiátriai rehabilitációban hogyan használjuk. Azért az addiktológián, ott gyorsabban forognak a betegek, ott 5-6 alkalmas szokott lenni a zeneterápia, és nagyon szeretek például a drogos fiatalokkal foglalkozni. Borzasztó dolog látni ezeket a 18-19 éves fiatalokat, hogy hogyan épülnek le a drogtól, de hogy hogyan lehet őket bevonni mégis, és hogy mégis ott van bennük a remény, hogy talán meg tudnak ettől a függőségtől szabadulni. Talán van valami remény, de egyébként a zeneterápia nem egy önmagáért való dolog, tehát a pszichiátrián is 5-6-7, kinek mennyi csoportot írnak elő is. Mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy ez olyan, mint ez a kaleidoszkóp, amikor össze-vissza van kavarokban minden, és csak összeáll egy egész szív, vagy egy puzzle játék, hogy találok egy darabot, beleteszem, örülök neki, hogy amit a terápiákon fel tud szippantani, lehet, hogy csak egy mondat. Ugyanúgy a zeneterápián lehet, hogy csak egy mondat találja el, de azzal foglalkozik, akkor ez ugye a gyógyulása végére, vagy a kezelése végére összeállhat egy egész szív, és a zeneterápia is az önismerethez ad hozzá, hogy én milyen vagyok belül, és azért jó a zeneterápia, mert hogy mi közép-európai emberek borzasztóan verbálisak vagyunk. Mindenki tudja magáról, el tudunk mismákolni mindent szavakkal, hazudunk, ritkán mondunk igazat, ez csak egy kegyes hazugság, és közben teljesen másképp néz ki a szemünk, a tartásunk, mindenünk, de hogy nem tanuljuk meg azért a testbeszédet, meg az a nagy kavar lenne, ha mindenki ismerné ezeket a jeleket, hogy mi az, amiről nem éppen hiteles az a másik, de hogy az a zenével, amikor zenélünk, vagy a nonverbális eszköz, akár a tánc például, nem tudjuk irányítani, az úgy jön belülről. Mint ahogy jön belülről, hogy milyen hangszert választok, mit játszok rajta éppen, hogyan szólaltatom meg, hogyan válaszolok a másiknak. Ott nem gondolkodom, hogy most neki azt kell mondanom, hogy de szeretlek, és közben meg így verem azt a hangszert. Igen, ezt az egymásnak ellent mondom. Pontosan. Tehát, hogy a nonverbális eszközök erre jók, hogy beszélnek anélkül, hogy beszélnél te. És elkezdjük felfelé húzni. Nem volt az igazi, ugye? Teljes erőbedobás volt? Még nem. Még nem? Nálam biztos, hogy nem lesz. Ezt adjuk. Próbálkozzon vele, jó van? Nem fog menni. Nem fog menni? Ezt is meg beszéljük. Visszafogott vagyok ilyen téren, hogy jól van. Pedig én jól lenne kiadni ezt. Máshogy adom ki a feszültséget. Okay. Hasonló, tehát a feszültséget én sem fogom tudni így kiadni magamból. De figyelj a testét, jó? Azért Anita is, meg a többiek is, oké? De utoljára, és az utolsó kísérlet, adjanak bele a paiben. Jó? Megfogják ezt a hanglabdát. A zeneterápiát párban szoktuk csinálni pszichológussal, pszichiáterrel, tehát persze mindig van visszajelzés. Nem tanácsok vannak, hanem visszajelzések, egyfajta tükör. De ugyanúgy tükröt nyújt a csoport is, mert hogy csoportban csináljuk a másiknak a játékáról, vagy a másiknak a megnyilvánulásairól. Tehát nem magyarázatok vannak, hanem egyszerűen csak visszakérdez az ember, megkérdez, hogy ő hogy érezte magát, a másik mit érzékelt ebből a játékból, és akkor saját maga talál rá arra a dologra, amire már mondjuk lehet, hogy én már terapeutaként látom, hogy ez van. Például most volt egy aranyos szituáció, játékba hívtam a zenével az egyik csoporttagot, és a többiek már szépen elhallgattak, ő még mindig játszott velem, és provokáltam. És befejeztem, ő még rácsapott egyet, akkor megint tudottam, megint rácsapott egyet. És 2-3 percig ment ez, és az övé volt az utolsó szó, és utána persze, mi szokott zajlani az életben?
miért okoz ez nehézséget, hogy azért mindig ott, hogy az utolsó szónak szokott ebből vita, veszekedés, vagy nehéz helyzet kialakulni. Tényleg mindig az enyém az utolsó szó. És hogy igen, nem értenek meg, igen, meg veszekedésnek veszik. És akkor gondolkodjon el rajta, hogy miért jó ez? Mit tud ezen változtatni? Tehát nem azt mondod, hogy ez rossz, hanem hogy neki ebből mi a tapasztalata. De a másik féle zeneterápia, ami már egy pszichoterápiához hasonló, és azért pszichiáterre, pszichológussal végezzük, amikor zenét hallgatunk. Ott a zene nagyon mély érzelmeket tud felszakítani, és a zene keltette élményekkel dolgozunk. És ezek már nekem a feladatom zeneterapeutaként előcsalogatni az érzelmet, a pszichiáterre, pszichológusnak pedig feldolgozni ezt az élményt. Van olyan paciensed egyébként, aki már többször visszatért hozzád a zeneterápián? Éve találkoztunk, tetszik tudni. Igen, tehát jó arcmemóriám van, tehát rögtön látom a csoportot, hogy mi már találkoztunk. És ilyenkor meg szoktam őket kérni arra, hogy amikor bemutatkozó körben, hogy mire emlékszik, mi az, amit ő megra... És mindig van valami, ami benne maradt, amit hozott magával. De ez olyan dolog, hogyha elkezdünk magunkkal foglalkozni, és a pszichológusok is egyre jobban mondják, hogy igen, az önismeret útján mindenkinek azért van dolga, talán el kell indulni, talán az elakadásainkon tudunk javítani, hogyha tudom, hogy miért ezt a párt választottam, miért nem tudom a munkámat elfogadni, és ott millió életszituációban, amire nem tudjuk a választ, vagy nem akarjuk tudni a választ, teljesen mindegy. És ugye Amerikában mondták, hogy divat a pszichológus. Én azt gondolom, hogy nem divat, hanem egy kicsit valahogy... hozzá tud segíteni a mindennapok feldolgozásához, és azt is látjuk, hogy egyre több mentális zavar, sérülés van a világban, egy nagyon felgyorsult világban élünk, amikor nincs időnk már arra azzal foglalkozni, hogy mi magunkkal mit csináljunk, és elmegyünk egy pszichológushoz például. És nem úgy javít rajtunk a pszichológus egy pszichoterápia alkalmával, hogy bejössz hozzám, megcsinálom veled ezt és ezt, mert ott is millióféle egy módszer van, és akkor te már kimész, mint aki megjavult, hogy bedobtam a gépbe egy beteget, kijön a végén egy egészséges, hanem az ember lehet, hogy egy fél évig cipeli, lehet, hogy egy hónapig cipeli ezeket, foglalkozik vele, átíródik a fejében, és egyszer csak azt vesz észre, hogy nyugodtabb, másképp áll a problémához. Tehát a zeneterápia sem egy önmagáért való valami, hanem egy terápiás lehetőség, ami segít a személyiség újraépítésében, segít a belső, illetve a külső kapcsolatoknak a megélésében. Igen, csak az, amit ott megtanul, vagy amit magába szív egy ilyen foglalkozáson, annak tudatosulni kell ahhoz, hogy hasznosuljon, és nyilvánvalóan mindenkinek más és más problémája van, más és más szinten áll az önismerettel és a személyiségfejlődés szintjén, stb., úgyhogy mindenkinél ez egy egyedi eset lehet. Miközben az jutott eszembe, hogy ahogy mondod, hogy egyre több embernek van valamilyen mentális problémája, vagy valami olyan lelki hatás, ha nem is probléma, amit fel kell dolgozni a lelkében. Nagyon sokszor nem, tehát ezek rejtettek maradnak, nem kerülnek felszínre, és ezek felhalmozódnak, lerakódnak az emberekben. Most nagyon sok olyan beszélgetésem volt már ebben a műsorban is, amikor orvosok beszélnek arról, hogy legtöbb betegség hátterében lelki okok, lelki összefüggések fedezhetők fel, vagy lelelhetők fel, és hogy valahogy az embereknek talán a hozzáállásukban is változni kellene e tekintetben, és hogy igenis el kellene fogadni, hogy igen, ez most valamilyen lelki háttérre visszavezethető, akár fizikai probléma is. Te hogy látod, változnak az emberek ebben a szemléletben, ebben a felfogásban? Én azt gondolom, hogy igen, méghozzá én abból merem leszűrni, ugye kórházban dolgozom, és hogy ez a fajta holisztikus szemlélet, amit te is az elején említettél, hogy a testet egészben nézem, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is nézem a beteget. Egyre több orvos, sőt, belgyógyászok, pszichoterápiászok vizsgát tesznek, házi orvosok, pszichoterápiászok vizsgát, onkológusok akár pszichoterápiászok vizsgát tesznek, hogy igen, elhiszik azt, és már tudják, hogy a testet a lelken keresztül is kell tudni gyógyítani. És nem csak fizikálisan. Tehát, hogy az orvosok is kezdenek ebben hinni, és nem csak hinni, hanem így dolgozni is, és az emberek is elhiszik ezt. Tehát hiszen nagyon sok ilyen nőklapja, tehát ilyen nőknek való újságok foglalkoznak ezzel, és elhiszik, igen, hogy talán egy kicsit többet kéne magunkkal foglalkozni, viszont mi mindig azt hallom, hogy
nincs magamra idő, semmire nincs idő, örülök, hogyha beesek az ágyba, hát egy idő után el fog fáradni a lélek, el fog fáradni a test, mert én azt gondolom, hogy minden embernek kell, hogy legyen egyfajta minőségi ideje magára, és foglalkoznia magával. Nem könnyű egyébként önmagunkkal szembesülni, még akkor is, hogyha egy egészséges én tudatunk van. Igen, a másik pedig, ami miatt megkérdeztem, mert én még mindig az elzárkózást látom egyfelől, az elzárkózást látom, hogy ezek a dolgok, ezek olyan távol esnek a mai embertől, vagy a társadalomban magát egészségesnek vélt embertől, nem? Hogyha most hová mész, megyek jógázni, vagy megyek zeneterápiára, hát mit gondol az ember, nem? Megyek pszichológusra. De picit most elvicceltem, de egyébként meg ez a téma komoly szerintem, tehát hogy lehet, hogy jobban az elfogadás felé, nem? De egyébként én azt gondolom, az elmúlt, hát én 8 éve kerültem a kórházba, a rádióból, és én azt látom, hogy ugye ami a Sánta Kálmán szakkórházban, és az a nyitott kapukkal indult annak idején, hogy tessék betekinteni ezekbe a kórházakba, itt nem elmebetegek vannak, itt nem közveszélyes emberek vannak, hanem sokszor megfáradt beteg emberek. Tehát nem mindenki közveszélyes, nem mindenki elmebeteg, hanem ugye a pszichiátriai betegségeknek nagyon sok válfaja van, nagyon sok féle módon lehetnek az emberek érintettek, és miért nem mehetnék be egy pszichiáterhez, egy pszichológushoz, hogyha belefáradtam a dolgokba, hogyha egyszer elegem van az életből, mert annyit terhet pakoltak rám, és nem tudok vele mit kezdeni, mert nem vagyunk egyformák. Tehát nem mindenkinek egyforma megküzdési mechanizmusai vannak. Van, aki összeszedi magát, és megy előre, és terhelhető, és feketén-fehéren látja a világot, és akkor csak ez van, és csak az van, és akkor megy és csinálja, és nagyon céltudatos, és van a gondolkodóbb, aki nem tudja, aki egyre nagyobb terheket tesz magára, egyre jobban szorong, egyre pánikosabb, tehát nagyon sokfélék vagyunk, és van az, aki igen pszichiátriai beteg, mert hogy vannak pszichiátriai betegségek, amelyek nem csak egyszerűen a pszichét érintik, hanem annak kémiai agyi folyamatok is vannak a betegség hátterében. Tehát, hogy a pszichiátriát nagyon sok támadás is érte, a pszichológusokat is, és Magyarországon igen, ez van, hogy nehogy már dilidokihoz menjek. De néha jó elmenni dilidokihoz akár, hogyha olyan a problémám, mert lehet, hogy nem hónapokig, hanem csak hetekig szenvedek valami problémát, de egyébként, amikor az embereken már nagy a szenvedésnyomás, akkor már mennek. Csak titokban tartják legfeljebb. Igen, és hát maguktól nehezen, de azért is fontos erről beszélni, hogy a családtagoknak viszont érdemes észrevenni ezeket a problémákat, és akkor időben lépni. Éva, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám. Én úgy gondolom, hogy ezt a válfaját, a művészetterápiának, a zeneterápiát, ezt egy későbbi adásban tovább beszélhetjük majd, esetleg más vendégekkel is együtt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A nézőknek a figyelmet, viszontlátásra. A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.